Vörösmarty Mihály kétségtelenül a magyar irodalom egyik olyan alakja, aki irodalomtörténeti szempontból megkerülhetetlen, hiszen a magyar romantika jeles képviselője volt. Ebben a videóban róla gyűjtöttem össze néhány érdekességet, hogy kicsit jobban betekinthessünk az életébe. Vörösmarty apjának sokat nem kellett aggódnia a fiú tanítási költségein, hiszen Mihály már nagyon fiatalon dolgozni kezdett, tanított. Egyre kevesebbet tanult, de annál több klasszikus művet olvasott műfordításban. Apja halála után 5 éven belül nincstelenné vált a család, mindenüket el kellett adni. 1824. december 20-án ügyvédi vizsgát tett, de nem tevékenykedett ügyvédként. Vörösmarty személyesen ismerte Fáy Andrást, Deák Ferencet, Báró Veselényi Miklóst, Gróf Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost. 1825-ben hozta el számára a sikert az Alánfutása című honfoglalási eposza, amiért úgy is emlegették őt, mint a nemzetébresztője. 1834-ben kapta csak meg az Alánfutásáért kapott pályázati díjat, amivel ki tudta segíteni özvegyen szűkölködő édesanyját és saját magát is. Ugyanis ideig Vörösmarty egy kis szobában lakott, amit fűteni sem tudott. Szerkesztője volt a Tudományos Gyűjtemény folyóiratnak, majd a Szépirodalmi havi melléklapjának, a Koszorúnak is, de még nevéhez köthető az Athénaeum szerkesztése is. Kisfaludi Károly halálát követően a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. A költő túl büszke volt ahhoz, hogy szűkölködésekor bárkitől is kölcsön kérjen, így történt meg, hogy zálogba adta a jurátusi díszruháját. 1837-ben 9 társával együtt alapította meg a Kisfaludi Társaságot. Ugyanebben az évben lett színi kritikus, így kritikáival gyakran közelebb került színészekhez, drámaírókhoz, akikkel a Csiga nevű vendéglőben vacsoráztak változó rendszerességgel. A társaság akkorára nőtt, hogy a vendéglőnek a teljes első emeletét ki kellett bérelniük. Így jött létre belőlük a Nemzeti Kör, később az Ellenzéki Kör, aminek elnöke Vörösmarty Mihály lett. 1842-ben mélypont jött megint az életében. Újabb műveit a saját költségén adta ki, amiből viszont 20 példányt tudott csak eladni. A nyomtatási költséget nem tudta rendezni a nyomda felé, így a nyomda lefoglaltatta Vörösmarty bútorait. Találkozott Kossuth Lajossal, aki írt egy vezércikket erről az esetről, másnap a költő összes példánya elkelt. Politikai pályája volt a képismerettségének volt köszönhető, egyáltalán nem volt jó szónok. Ő volt az első magyar költő, akinek műveiben szimbólumok szerepelnek. Több álneve is volt. Pata, Kalóz, Csaba, Holló és Vágatai Kálmán. Vörösmarty a világosi fegyverletétel után bujdosásra kényszerült. 1850-ben meghalt az egyik lánya, így végül arra szánta el magát, hogy feladja magát a katonai törvényszéken. Hajnaú kegyelmet adott neki. November 21-én temették el, Kisfaludi Károly halála napján és óráján, délután 2 órakor. Hatalmas tömeg vett részt a temetésén. A Kerepesi úti temetőben nyugszik, ahol a síremléke áll. A költő király nem hagyott semmit sem a nejére, gyerekeire, semmilyen nem volt. Deák Ferenc intézett egy felhívást, aminek hatására 103.000 forintot gyűjtöttek össze a gyászoló családnak. Sírját a Rákosi korszakban fel akarták számolni, de nem került rá sor. 1865-ben állították az első szobrát Székesfehérváron.